A hosszú téli szünetet követően szombaton és vasárnap már bajnoki pontokért lépnek pályára a megyei első osztályú csapatok. A Holt idényben az MLS megyei igazgatósága egy teremtornán és egy műfüves szabadtéri tornán is kínált játék lehetőséget az együttesek számára. Az elmúlt pénteken befejeződött az átigazolási időszak, egy hónap alatt a legkisebbektől az öreg fiúkkal bezárólag mintegy 500 futballista váltott csapatot. A megyei első osztályt követően a másod és a harmadosztályú csoportokban két héttel később rajtol a tavaszi szezon. Valamennyi osztály csapatait érinti az, hogy a március 15-e idén vasárnapra esik. Az akkora esedékes fordulókat ugye értelemszerűen központilag március 14-ére tettük már augusztusban, amikor megcsináltuk a sorsolásokat. Amit tudtunk még ez ügyben lépni, az két nagyon fontos változás volt, amiről értesítettük egyébként a csapatokat is. Nevezetesen, hogy a március 14-ére előzetesen kiírt U16-os fordulót eltoltuk április 9-ére. Ez ugyan egy hétköznap, viszont a tavaszi szünet, amikor ugye az iskolások otthon vannak és így el tudnak menni mérkőzést játszani. Valamint, ami még nagyon fontos változás, hogy a megye 3. harmadosztályban a 4 csoport, kettő március 14-én délelőtt 11 órakor fog játszani, kettő pedig délután 15 órakor, így a játékvezetők az egyik helyszínen átérnek a másik helyszínre, hiszen ne felejtsük el, hogy még így is, hogy az U16-ot eltoljuk 14-éről, közel 100 mérkőzést rendezünk aznap, és hogyha nem toltuk volna a megye 3-as kezdéseket két csoportba, akkor 60 meccs kezdődött volna egyszerre, és azért a játékvezetői szempontból ez igen nehéz megoldani, úgyhogy megpróbáljuk így ezt mindenféleképpen, hogy minden mérkőzésre legalább két játékvezető ott legyen a harmadosztályba, bízunk benne, hogy ez sikerülni fog ezzel a megoldással. A megyei első osztályban az NB3-as osztályozók miatt május 30-án fejeződik be a bajnokság, a másod és harmadosztályban pedig két héttel később kezdődik majd a nyári szünet.